patriárkát, Konstantinopül. Köszöntöm Barok Zoltán, az Emberi Erőforrások miniszterét, valamint az Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus képviseletében Metropolita Arsenios Kardamakis Exarchát és a sajtó megjelent képviselőt is. Ich möchte recht herzlich den Minister Zoltán Baluk begrüßen, zuständig für humane Ressourcen, genauso den Herrn Arsenios Kardamakis. Er ist Metropolit und Exarch. Und ich begrüße auch die anwesenden Vertreter der Presse. Köszöntöm a minisztérium megjelent vezetőit, Soltész Miklós államtitkárat, valamint minden kedves vendégünket. Ich begrüße weiterhin den Herrn Staatssekretär und alle Mitarbeiter des Ministeriums, die anwesend sind. Elsőként szeretném felkérni Barok Zoltán miniszterurat, hogy tartsa meg köszöntőit. An erster Stelle möchte ich Herrn Minister bitten, seine Begrüßung zu halten. Hohe Geistlichkeit, für tisztelendő érsekatya, kedves megjelent vendégeink, hogy elmondom utána hohe Geistlichkeit, Herr Staatssekretär, wenn ich sagen darf, liebe Brüder, in Jesus Christus. Es ist ein geschichtlicher Moment, heute und hier. Und die Geschichte ist für uns in Ungarn vor 1000 Jahren angefangen und für uns gemeinsam vor 2000 Jahren angefangen. Und deshalb ist das wirklich ein historischer Moment, dass wir einen nächsten großen Schritt mit dem Patriarchat von Konstantinopel und mit den Vertretern in Europa, in Ungarn, einen Vertrag abschließen können. Wir sind einig, dass Kirche dafür da ist, nicht ihre eigenen Interessen zu vertreten und ihren eigenen Interessen zu dienen, sondern dem Volk, was um herum ist. Und deshalb dieses Zentrum, was wir heute unterschreiben, die Übergabe unterschreiben, wird solchen Zwecken dienen, die jedem zugute kommen soll, der in diesem Lande lebt. Das Wichtigste ist der Dialog, ein Zentrum für Dialog, was wir in Europa und innerhalb und um Europa herum nötig haben, unter den Religionen, unter den Menschen, auch unter den Politikern, unter Wissenschaftlern. Die große wissenschaftliche, liturgische, historische, kulturelle Tradition des Patriarchats von Konstantinopel sichert uns zu, dass das ein wichtiger Dialogzentrum sein wird. Außerdem wird der Liturgie gedient und durch die Liturgie den Gläubigen gedient, also eine kirchliche Tätigkeit, soziale und karitative Tätigkeit und auch Bildungsaufgaben wird dieses Zentrum übernehmen durch eine Schule, die da aufgebaut wird. Ich bin dankbar Ihnen, Hohe Geistlichkeit, dass Sie Geduld gehabt haben. Sie müssen seit mehr als 1000 Jahren immer wieder Geduld haben, als Patriarchat in der Geschichte. Aber ich bin froh, dass wir an diesem Punkt angekommen sind und die ungarische Regierung wird weiterhin dieses Zentrum unterstützen. Kollege Zerfők, tisztelendő érsekatya, kedves barátaim, tisztelt államtitkár úr, ma egy olyan pontra érkeztünk, amelyik ha még nem is látszik ma túl jelentősnek, de bízom benne, hogy egyszer majd egy történelmi pontként jelenik meg a magyar egyházaknak a történetében és a konstantinápolyi keleti ortodox patriarchátusnak a történetében, hiszen az a több mint 1000 éves kapcsolat, ami Magyarországot összeköti Konstantinápollyal, összeköti az ortodoxiával, a keleti ortodoxiával, az egy olyan fontos ponthoz érkezett, hogy egy nagy centrumnak az átadását fogjuk most itt aláírni, ahol a konstantinápolyi patriarchátusnak a magyar egyházi része, magyarországi egyházi része egy párbeszéd központot fog alapítani, egy olyan dialógusnak a központját, amelyik az egyházak és a vallások közötti párbeszédnek fog szolgálni. Erre Európában már nagyon nagy szükség van, és Európa körül látjuk az üldözött keresztényeknek a helyzetét, látjuk azt, hogy milyen fontos a vallások egymás közötti megbékélés és a békének a szolgálata. Ezen kívül, hiszen az egyház sohasem
elsősorban a saját érdekeit szolgálja, hanem a környező népnek az érdekeit. Ezen kívül ebben a centrumban egy köznevelési intézményt fognak felépíteni, szociális, karitatív tevékenységet fognak folytatni, és lehetőség lesz olyan liturgikus szolgálatokra, amelyik a Magyarországon élő görögök, ortodox vallású görögöknek a hitéleti tevékenységét fogja segíteni. Köszönöm Érsek atyának, hogy türelemmel volt hozzánk, és a bürokráciának a különböző útveszőjében, államtitkáró segítségével mégiscsak eljutottunk ehhez a fontos pillanathoz. Azt tudom ígérni, hogy a magyar kormány továbbra is támogatni fogja ennek a centrumnak a kiépítését és a működtetését is, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy az a tevékenység, amit az Ortodox Egyház Magyarországon 1000 év óta folytat, az egy újabb jelentős állomással az embereknek a javát és Istennek a dicsőségét szolgálja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a minisztérium szavait, és most szeretném felkérni Metropolita Arszeniusz Kardamakis exarchát köszöntőjének megtartását. Vielen Dank für die Begrüßung des Herrn Ministers von Rom und er möchte den Metropoliten bitten, seine Begrüßung zu halten. Exzellenz, Herr Minister, lieber Brüder, Herr Staatssekretär, Minister, lieber Väter und liebe Freunde, für mich ist es auch heute ein besonderer Tag, weil wir gemeinsam erreichen, was wir schon fast 5 Jahre vorbereitet haben und wir dafür gearbeitet haben. Ich erinnere mich, als wir in diesem Saal vor fast 4 Jahre und etwas uns zum ersten Mal getroffen haben. Ich erinnere mich an das időre, amikor majdnem 5 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt ugyanebben a teremben találkoztunk. Und über unsere Probleme gesprochen. Beszélünk a problémáinkról. Und ich sie damals gebeten haben, uns zu helfen, einen Ort zu finden, wo wir ein Zuhause für das ökumenische Patriarchat, für sein Exarchat in Ungarn haben werden und für Ungarn etwas auch zurückgeben können für die Liebe, die wir hier erfinden. És annak idején én arra kértem, hogy segítsen nekünk egy helyet, egy otthont találni, ahol nekünk is módunk van arra, hogy valamit abból a szeretetből visszaadjunk, ami részünkül lett. Und nach viele fruchtbare Gespräche, nach viele Arbeitsstunden sind wir zum heutigen Tag. És sok gyümölcsöző beszélgetést követően, sok munkaórát követően eljutottunk ebben a mai napig. Und ich bin Gott und Ihnen wirklich dankbar. Hálás vagyok Önöknek, és hálás vagyok az Istennek. Ihnen, lieber Brüder, Herr Minister. Önnek, Miniszter úr. Unser Freund und Brüder, dem stellvertretende Dr. Csenyé. A helyettesnek is, Csenyé doktornak is. Dem Herr Staatssekretär. Az államtitkár úrnak. Unsere Freunde in Administration, die uns immer geholfen haben. Az apparátusban dolgozó barátainknak, akik óriási segítséget nyújtottak. Meine Kleriker, Pater Josef Kalota, der heute auch da ist. És a vallások oldalról támogató páternek is, aki a mai napon jelen is van. Unsere Menschen aus der Verwaltung der Griechen in Ungarn, Herr Präsident Jörg Kukunzis, azoknak az embereknek is, akik itt a Bürgerkormányzat nevében a mai napon megjelentek. Alle, die geholfen haben, dass wir in Ungarn wirklich wieder Wurzel haben können. Als Kirche, die hier vor etwas mehr als 1000 Jahre gewirkt haben und immer wirken und geben will.
Hálás vagyok érte, hogy itt újra lehetőségünk van arra, hogy itt Magyarországon több mint 1000 év után újra gyökeret tudunk verni és folytatni a tevékenységünket. Wir haben einen gemeinsamen Ziel. Közös a célunk. Die Menschen zu helfen. Segíteni akarunk az embereknek. Die Menschen zu dienen. Szolgálni az embereket. Unsere christliche Wurzeln zu pflegen. Ápolni a keresztény gyökereinket. Einfach etwas für Ungarn zu tun, für die Menschen in Ungarn zu tun. Egész egyszerűen Magyarországért, illetve Magyarországon élő embereket tenni valamit. Als Kirche zu arbeiten, zusammen mit der Stadt, dass die Menschen Frieden haben, dass miteinander sprechen können, dass der Dialog statt der Hass stattfindet. És folytatni a párbeszédet az egyház és az állam között, és gondoskodni róla, hogy az emberek egymással párbeszédet folytassanak, és ne gyűlöljék egymást. Mit Gottes Hilfe wollen wir. Isten segítségével. Mit arbeiten. Wir hoffen, dass Gott uns helfen wird, das Beste zu tun, dass die Liebe Gottes auf alle Menschen kommt und dass wir einander helfen und den Weg zusammen gehen. Reméljük, hogy Isten segítségével fogunk tudni működni, és ezen az úton együtt tudunk menni. Ich überbringe euch auch die Segenswünsche und die Dankbarkeit seiner Allheiligkeit des Ökumenischen Patriarchen, der für diesen Moment auch informiert ist und er sich sehr freut und er hofft, dass bald auch nach Budapest kommen wird, persönlich auch dieses Zentrum zu besuchen und sein Segen zu geben, damit auch alles in die Zukunft mit Gottes Hilfe gut geht. Ich bedanke mich, vergelt's Gott. Szeretném a pátriárkának a jó kívánságait és az üdvözletét is tolmácsolni. Nagyon örül ennek a mai eseménynek, teljes egészében tájékozott erről, és azt a kívánságát is kifejezte, hogy szeretne mi hamarabb Magyarországra jönni, hogy ezt a most létrejövő központot ő is áldásával lássa el. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen az ünnepélyes szavakat! Most felkérem miniszter urat és metropolita urat, hogy kézügyükkel lássák el az okiratokat. Köszönöm, főtizető őszintén volt, de én nem miniszter, hanem én nem metropol ügyelműtesek tulajdonképpen. Wir möchten unsere Gäste noch einladen, also Stoßes, die mit uns bitte an die Fernlassen.